Minden kiállítás ünnep az agrárium számára, amikor a szélesebb közönségnek is megmutathatja magát az ágazat. Így volt ez a Kán egyetemi napokkal is, de idén számos olyan kihívással kell megküzdenie a mezőgazdaságnak, és különösen az állattenyésztőknek, amelyek beárnyékolják ezeket az eseményeket. Azok a gazdálkodók, akik ellátogattak Kaposvárra, hallhattak azért jó híreket is. Éppen a napokban került kifizetésre több mint 6 milliárd forint a magas abraktakarmány áraknak kitett baromfi és sertés ágazatnak, 4 milliárd a baromfisoknak és kicsivel több mint 2 milliárd pedig a sertéstartóknak. Ez jó jelzi, hogy az elkötelezettségünk töretlen, minden olyan lehetőséget megragadunk vagy kihasználunk, amikor ilyen extra támogatási lehetőségeink vannak, tehát ez azt gondolom, hogy alap. És mindaz, amit az elmúlt időszakban az agrárium szempontjából osztunk, azt mind-mind az állattartókra tekintettel osztuk, hiszen a hitelmoratórium, amely lehetővé teszi, hogy jövő év végéig adott esetben ne kelljen a hiteleket fizetni, hanem utána legyen prolongálva, és ez a takarmányvásárlásra egyébként ad lehetőséget. Elindítottuk azt a rendkívüli kamattámogatási programot most, ami forgóeszköz hitelekhez. Lehetővé teszi, hogy 3%-os kamatszint mellett tudjanak finanszírozni szintén a termelésben az állattartók is. És hát arra is figyelemmel voltunk, ami a rendkívüli asszálynál mondjuk az Alföldet rendkívül módon sújtotta, ahol a szálas takarmány lényegében töredékére csökkent a normális szükséges mennyiséghez képest, ugye szállítási támogatást biztosítottunk, hogy a Dunántúról, vagy bárhonnan máshonnan is odaérjen a takarmány. Tehát ez a néhány példa talán jól jelzi az elkötelezettségünket. Adtok ugye szállítási támogatást, de van-e mire adni? Van-e a Dunántúlon annyi takarmány, szálas takarmány, hogy az elég lesz a keleten lévő állattartóknak is? Azok a visszacsatolások jöttek, hogy az állattartók, akik fent kívántak tartani a termelést, azok igyekeztek minden elérhető távolságból beszerezni ezt a takarmányt, és ez akár határon túlról is történt, hiszen nagyon gyakran nem is feltétlen a Dunántúl van legközelebb, nagyon sok olyan állattartókhoz, hogy volt legközelebb, ahonnan be lehetett szerezni tömegtakarmányt, úgyhogy a magyar kreatív és élelmes és minden lehetőséget megragad, aki termelni akart, az igyekezett ezt megoldani, és ebben mi örülök, hogy tudtunk segítséget nyújtani. Kifizetések is rövidesen elindulnak majd a terület alapú támogatások. Hogyan állunk ezzel? Október 17-én elindul majd a közvetlen támogatások, a terület alapú támogatások előleg fizetése. Több mint 300 milliárd forintot fogunk terveink szerint az idei évben kifizetni, úgyhogy minden gazdálkodó megnyugodhat, hiszen ez egy kulcsfontosságú lépés annak érdekében, hogy a mostani input árak mellett az őszi munkák finanszírozása biztosított legyen, úgyhogy indulni fog október 17-ével az előleg fizetés.